Munkácsi Mihály Múzeumban. Zolotyivia Viszomár Szörgóhúztól Kozberi Múzeum Mihály Munkácsi. Nem tudom, hogy hallgatták rá a rádiót majdnem. Tényleg csisztjét nézzük, hoztunk a Lidoszpász. A rádióba beolvastak a közleményt. Hoztunk azt, hogy precsítali jednú správu. Én ezt a közleményt elolvasom önöknek. Ja, vám tudtok správu, hogy ezt precsítali. 2015. szeptember 3-án 16 óra 30 órakor nyílik az Európai Idő szlovák művész Stefan Dubán festészet című tárlata a Munkácsi Mihály Múzeumban. 3. szeptember a 16. hogy minúti sa otvára zahájí výstava slovenského umelca Štefana Dubána, umelca Európskej zvesti v Békeskej Čave v Múzeu Mihája Munkácsi. Engedjétek, hogy nagy tisztelettel köszöntsem körünkben Stefan Dagyó, a Szlovák Köztársaság Magyarországi főkonzulján. Dovolte mi. Pozdravím v našom klubu pána Štefana Daňa, generálneho konzula Slovenskej republiky. Engedjétek, hogy köszöntsem Fúzik Jánosot, az országgyűlési szószólót, az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának elnökét. Dovolte mi, národnostného hovorcu Maďarského parlamentu a predsedu parlamentného výboru pre národnosti v Maďarsku. Marek Csizmár urat, Tőketeleves város polgármesterét. Marka Csizmára, primátora mesta Trebišov. Szarvas Péter urat, Békés Csaba megyei város polgármesterét. Pána Pétera Szarvasa, primátora mesta municipiálnym právom mesta Békeskej Csavy. Szalai Mihály urat, Békés megyei közgyűlés elnökét. Predsedu válneho zhromaždenia Békeskej Csavy. Holler Miracskó Erzsébet asszonyt, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökét. Pani Erzsébet Holler Miracskó, predsedničú celoštátnej slovenskej samosprávy. Beáta Kerestánován, a Kassai Önkormányzat kerület Dél-Zentén Múzeuma és Kulturális Központja igazgatója. Beáta Kerestánován, Kúri Egyitjel Múzea Kultúrneo Centra Júzneo Zentrina v Trebišove. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem Rega Leskova, a bűvészet történész asszony. Viszont veľkou úctou privítam medzi nami kustisztovičku pani Lenku Lenu Leskovu. Nagy szeretettel köszöntöm Gábor Hushegyi urat, a Budapesti Szlovák Intézet igazgatóját. Fotó Lászlóna Csoktó, vítám riaditeľa Slovenského inštitútu Budapesti, Gábora Hushegyiho. Klaus Farola asszonyt, az Identita Szlovák Egyesület elnökét. Karolu Klausovu, ktorá je predsedníčko Slovenského spolku Identita. És ahogy szokott említ a végén Stefan Dubán művész urat, de őt nagyon szeretettel köszöntöm. Ako to býva na konci, pozdravujem, ale s o to väčšou láskou pána umelca Štefana Dubána a jeho milú manželku. És egy nagyon fontos ember, Szabó Tibor ura, a BioLife cég tulajdonosát, aki a kiállítást szponzorálta. Úgy jedného veľmi dôležitého pána Tibora Szabóa, ktorý je majiteľom firmy BioLife a ktorý je szponzorom tejto výstavy. És Gyarmati Gabriela, a művészettörténész, a kiállítás kurátorát. Pani Gabriel Gyarmati, ktorá je kurátorkou súčasnej výstavy. Mielet még elkezdenénk a köszöntőnkkel. Ešte než by sme začali zdraviť sa. Kérem neked, hogy tekintsenek föl. Prosím vás, pozrite sa smerom hore. És egy meglepetéssel készültünk. My sme sa pripravili pre vás také prekvapenie. Kérem, akkor nézzük meg. Takže prosím vás, pozrime sa.
kedves művész úr, igazgató úr, elnök asszony, elnök urak, kedves megjelentek, hölgyeim és uraim. Vážený pán velence, pán riaditeľ, pani riaditeľka, milé predsedničky, všetci, ktorí ste prišli. A mi múzeumban mindig történik valami izgalmas, érdekes és kicsi szokatlan dolog. A v našom múzeu však sa vždy udeje niečo, čo je nezvyklé, čo je zrušujúce. Azt gondolom, hogy az előbb látott megnyitó vetítés is egy kicsi szokatlan dolog, és méltó felvezetése a nemzetközi hírű művész támogatához. A ja si myslím, že táto projekcia, ktorú sme teraz videli, bola tiež svojím spôsobom neobvyklá a bola skutočne takým dôstojným úvodom k výstave tohoto medzinárodne uznávaného umelca. Nagyon örülök, hogy Békés Csaba házigazdája egy ilyen nagyszerű tárlatnak, és bízom abban, hogy akár majd ők, akik majd megnézik a képeket, akár majd az önök követői, akik az elkövetkező időszakban jönnek, jól fogják magukat érezni, és gazdag élménnyel térnek majd haza. Som rád, že práve naše múzeum, toto múzeum je hostiteľom tejto výnimočnej výstavy a som súčasne presvedčený o tom, že vy, ktorí si teraz pozriete výstavu, respektíve tí, ktorí po vás si výstavu pozrú, pôjdu domov obohatení o mnohé zážitky. Büszke vagyok arra, hogy Tőketelep Bersi és Békés Csaba kulturális kapcsolatai több évtizedre már vissza, és arra is, hogy 2001-ben Orbán Viktor és Mikulár Zurinda miniszterelnökök szentesítették ezt a kapcsolatot. Som veľmi hrdý na to, že priateľské družobné vzťahy miest Trebišov a Békéská Čaba už majú niekoľko desaťročnú históriu a taktiež som hrdý na to, že v roku 2001 premiéry Viktor Orbán a Mikuláš Zurinda osobne posvetili tieto vzťahy, tento družobný styk. Azóta minden évben van legalább egy művészeti tárlat Tőketelepesen, és van egy képzőművészeti esemény Békés Csabán. Od tej doby každý rok aspoň raz je nejaká umelecká udalosť v Trebišove a taktiež aspoň raz sa odohráva nejaká výstava v Békéskej Csabe. Örülök annak is, hogy ma itt a teremben van néhány olyan Békés Csabán élő képzőművész, aki már járt és kiállt. Lonovics Lászlóra, Novák Attilára gondolok. A teší ma aj to, že v tejto sále sú prítomní takí umelci žijúci v Békéskej Čabe, ktorí už vystavovali v Trebišove. Máme aj na mysli Petra Nováka, Lászlóra a Lonoviča práve preto ich, lebo ich pohľady som zachytil pred chvíľami s inými očami. Azon szerencsések között vagyok, aki már látta a tárlatot, volt kis időn megnézni, mert a téglateremben ja patrím tým šťastlivcom, ktorí už výstavu videli dole v suteréne, v miestnosti, už som výstavu, už som si výstavu pozrel. Igazán nagyszerű kiállításra számíthat mindenki, aki figyelmesen nézi majd végig a tárlatot. A každý môže počítať, že som skutočne skvelou výstavou, každý, kto si pozorne prezrie, pozrie tieto obrazy. Aki az absztrakt képzőművészetről szeretne beszélni, annak nagyon nehéz dolga van, hiszen a művész lelki világának pontos megértése nélkül nehéz jó értelmezést tenni, ezért én nem is fogok ehhez, ez legyen a művészet történészek dolga. A ten, kto by tu chcel hovoriť o abstraktnom umení, tak bude mať pred sebou ťažkú úlohu, lebo bez pochopenia duševného života umelca, ja si myslím, že tieto obrazy sa nedajú správne interpretovať. Nech je to prácou, nech je to úlohou posthistorikov. De engem engedélynek mégis hallottam meg a benyomásaimat, egy rendkívül expresszív, intenzív színkezeléssel, nagyon nagy méretű festményekkel fognak találkozni, és azt gondolom, hogy a figyelmes, eltűnődő képnézés után egy feltöltődve komoly művészeti élménnyel fog mindenki hazatérni. Ale predsa mi dovolte, aby som sa aspoň letmo podelil s vami o svoje dojmy. Uvidíte dole obrazy veľkých rozmerov, ktoré sú charakterizované veľmi intenzívnym využívaním farieb. Ja si myslím, že keď sa zamyslíte nad tými obrazmi a keď sa na ne pozorne pozriete, tak skutočne pôjdete s veľmi hlbokým dojmom a zážitkom. Sajnálom, že nekem magánim
Já velmi lutujem, že jako súkromník nemám od Štefana Kubána ani jednu malu. Szeretnék kívánni a művészünknek jó egészséget, mert ez megvan, az alkotóerő, az ihlet nem fogja elhagyni, és még sok-sok éven át fogja megörvendeztetni a kedvelőit újabb és újabb nagyszerű festményekkel. A predovšetkým želám umelcovi Štefanovi Kubánovi dobré zdravie, lebo keď má zdravie človek, tak ho neopúšťa ani inšpirácia, neopúšťa ho ani tvorivé sily, a ešte dlhé roky môže potešiť svojich priaznivcov, svoje publikum ďalšími dielami. Köszönöm szépen a múzeum vezetésének, Tőke Terebes polgármesterének, a Nagy Lelkű Szabozvannak, elsősorban, hogy létrejött ez a mai kiállítás, amihez gazdag élményt kívánok, és kellemes, jó szórakozást. Ďakujem teda vedeniu nášho múzea, primátorovi mesta Trebišov a veľkorysému sponzorovi tejto výstavy, že táto výstava, táto udalosť sa mohla zrodiť, mohla vzniknúť a želám vám naozaj veľmi bohaté zážitky, bohaté dojmy a súčasne aj dobrú zábavu. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. Köszönöm.
egy olyan városba, amely az én városommal akár történeti szempontból, akár tájegység szempontjából szorosan kapcsolódik. Kérdé kérdezően, hogy szóval megszám, a pekörzsőmények a rányicó, a varincs is ezt a mostanában. Nyíjtó fráza, a takító poci, a ez vásik mostján, ez pedig szóval sem prišiel, szóval, keď szóval prekročil hranic vášho mesta. És valahányszor idejövök és átlépem Békéscsaba határait, és ez nem frázis, ez nem valamilyen szólam részemről, mindig úgy érzem, hogy hazajövök, és most is, amikor Békéscsaba határát átléptem, akkor ez az érzés lett rajtam úrrá. Aj preto som rád, že ako primátor mesta som mohol navštíviť vaše mesto a adresovať vám srdečný pozdrav všetkých vašich krajanov, krajanov z mesta Trenčína. És ezért is örülök annak, hogy itt önöket köszönthettem, és hogy közvetíthetem önöknek az összes földi üdvözletét az én városomból, Trebišovból, Tőketerebestől. Tento pozdrav samozrejme smeruje aj k človeku, kvôli ktorému sme sa tu zišli. Je to človek, ktorý, ak to poviem umelecky, alebo prenesenie, je značkou nášho mesta. És ez az üdvözlet természetesen messze menően vonatkozik, messze menően érinti azt az embert, aki itt van körünkben, és akiről elmondható, hogy voltak éppen városunknak egyfajta védjegye, márka neve. Tak, ako myslí mnohých vás, sa spája nejaké meno športovca alebo politika s krajinou, tak sa myslí Trebišovčanov, alebo obyvateľov Slovenska, spája s názvom mesta Trebišov, meno Štefan Budan. És ugyanúgy, ahogy számos város esetében az emberek tudatában a város kapcsolódik, összekötődik valamilyen sportolóval, valamilyen politikussal, Trebišov tőketerebes városa az ottani lakosok, illetve Szlovákia lakosai számára elválasztottan összefonódik Štefan Budan nevével. Aj preto som rád, že raz, keď Boh dá a dovršil veľk ako náš majster Budan, budem môcť hovoriť, že som s týmto človekom mal tú čest a dokonca, že som ho mohol osobne poznať. És éppen ezért remélem, hogyha egyszer majd esetleg én is elérem azt a kort, amit Štefan Budan megért, akkor visszatekintve életemre elmondhatom majd, hogy volt szerencsém ezt az embert ismerni, hogy volt szerencsém köszönteni őt, személyesen találkozni vele. Aj preto by som si dovolil parafrázovať slova významnej slovenskej skupiny Novej, ktoré zniejú. Ďakujem, že som, ďakujem, že ste, ďakujem, že sme spolu. És ezért bátorkodom parafrázisként idézni egy jelentős szlovák együttes a Novej szavait, amik így hangoznak, hogy köszönöm, hogy vagyok, köszönöm, hogy vagy, köszönöm, hogy együtt vagyunk. Na záver mi dovolte všetkým vám zaželať krásny morecký zážitok, ktorý pretavíte do osobnej skúsenosti a môžete ho šíriť ďalej medzi svojimi krajami. A vám, majstre, želám ešte veľa úspešných, tvorivých rokov a hlavne, aby vám vydržal ten entuziasmus, ktorý bol vplývať medzi nami. Ďakujem. És önnek, mester, pedig kívánom, hogy továbbra is tartson ki ez a lelkesültség, tartson ki ez az alkotókedv. A na záver egységű poďakovanie, chcem srdečne poďakovať mene nás, ako aj mene všetkých hostí, ktorí tu sedíme za srdečné prijatie a hlavne za tú krásnu atmosféru, ktorú ste dokázali utvoriť pre nášho rodáka, majstra Štefana Budana. Ešte raz ďakujem a želám krásne popoludne. Azt a gyönyörű kiállítást, amelyet itt megrendeztek a mi drága mesterünknek, a mi földünknek, Štefan Budannak. Köszönöm szépen! Trebišov, Tőketerebes polgármester urának, Marek Csizsmár úrnak. Viszont közöljük, hogy igazán, hogy ezt a miestnosti, 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 hogy ezt a mi
És szeretném felhívni szíves figyelmünket arra, hogyha valaki időközben az itt jelenlévő urak, hölgyek közül távoznák a teremből, akkor annak az oka, hogy további diplomáciai kötelességei vannak. Kedves tisztelt admirálok, köszönöm. Pányát kívánok, keres tárgyom. Ilyen így rögtön hozzá rá, hát hogy ők nem szemben is meg az előbb mindenféle is, ahogy Ávi szokélyezt. És most pedig örömömre szolgál, hogy felkérhetem, beállt a kerestárba, azt mondta, Kassai Önkormányzati Kerület, Délzemlén Múzeum és Kulturális Központja igazgató jövőjét, hogy ő is vegye át a szót. Jó napot kívánok! Dobrý deň, prajem! Tisztelt és becses vendégek, mester, maestro és kedves nejek, kedves asszonyok! Dobročno a historickom priateľstva, ktoré sa začalo, myslím si, že medzi antikristami v 19. storočí. A mai ünnepélyes és gyönyörű délután az tulajdonképpen folytatása, további élése egy gyönyörű barátságnak, amely úgy gondolom mi két városunk között már a 19. századoktól íródik. Ötüge priateľov z 19. storočí boli práve tí Marianni Munkácsi a Chlorius Andrássy, ktorí vlastne boli takými symbolmi miestnokrská čaláka. Nagy barátok voltak abban az időben, Munkácsi Mihály, illetve Andrássy Gyula gróf, az egyik ugye Békés Csaba, a másik főketereves képviseletében. A szolocsi nyeskorban, a szolocsi zacsala priateľstvo, a szolocsi spolupráca práve medzi múzeami, povedzme múzeum Andrássynak v Trebišove a múzeum Mihály Munkácsynak v Békéskej Csabe. Aztán a kultúrázatban megkezdődött két intézmény, két múzeum barátsága, az Andrássy Múzeum és Tőketerepesen, Trebišovban, illetve a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum. Ákutó, hogy ez oznyol az úszupán a primátor a Békéskej Csabi szolgálca, takže som rada, že práve rok 2015 je rokom výstavy v rámci našej spolupráce, výstavy nášho veľkého paviára, ktorý, ako to už odznelo, je takou značkou a symbolom nielen mesta, ale aj nášho regiónu, práve Vánočného Novára. És ahogy már Békés Csaba város polgármesterúra is említette, múzeumaink között az együttműködés valóban hosszú időre, 20 évre nyúlik vissza, és nagyon örülök annak, hogy 2015-ben ez az együttműködés éppen ebben a kiállításban ölt testet, ezzel a kiállítással folytatódik, egy olyan művésznek a tárlatával, aki, ahogy már az itt elhangzott, védjegy is és szimbólum is a mi városunk számára, és ő Stefan Hubán. Ďakujem za spoluprácu Múzeum Mihály Munkácsynak v Békéskej Csabe, ďakujem za priateľstvo pánovi riaditeľovi. Köszönöm szépen a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeumnak az együttműködést, köszönöm szépen az igazgatónak a barátságot. Ďakujem maestrovi Štefánovi Hubánovi, že sme sa rozhodli, že tomu roku budeme práve toľko zásadnú výstavu reprezentovať v našej vzťahy. És köszönöm Stefan Hubánovnak, hogy hozzájárult, hogy úgy döntettünk, hogy ebben az évben a kapcsolatainkat éppen ezzel a gyönyörű kiállítással jeleníthetjük meg. Majsztori Pejvelez, Rámpárnak, a Gyalcsonyi Práce, Rámsonyi Práce, a mesternek jó egészséget kívánok, és további sikereket művészi alkotó munkájában. Önöknek pedig nagyon szép művészeti élményt is. Köszönöm. Köszönjük szépen! Keres tanulmányt, igazgató asszony szavai. Hát ezt figyeljük, hozzárólag a szpinisem, gyerekek túl szpinisem, a most pedig Pilisi üdvözlet következik, Pilisen keresztül Szlovák nevén Linkin Falu. Oh,
sa niečo stane alebo nestane? Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bevezető ülőn elmondjak valamit, eláruljak valamit magamról. Én nem más vagyok, mint Stefan Urbán lánya, és ez az oka annak, ez indokolja, hogy erősen lámpavázos vagyok, mert az az igazság, hogy apám kiállítását még nem nagyon nyitottam meg, illetve nyitottam meg már azóta, mióta a Kelet-Szlovákiai Galériában tevékenykedek, de szóval ez számomra mindig egy ilyen izgalmas érzés, és ezért nálam ez ez a lámpaváz, és ami pedig a kiállítást, illetve a művészetet illeti, ugye az életben mindig valami történik, mindig valami éppen meglepően alakulnak a dolgok, vagy váratlanul, és a művészetnek éppen az a feladatra a célja, hogy magával az életről beszéljen, hogy valamiképpen elmondja, hogy mi is volna a létünk az egzisztenciánk értelme. Na silu, ale potom aj samozrejme s láskou
És ebben a közegben éltem az életemet, tehát tanulja voltam annak, azt láttam, azt figyeltem, hogy apám álmai miként változnak át valósággá. Volt, hogy ez részemről is ilyen erőltetett, volt kényszeredett, aztán természetesen nagy szeretettel történt. Reggeltől estig és estétől reggelig a művészet, apám művészetének jegyében éltünk, és megtörtént például, hogy szombat délután, amikor éppen befejezett egy képet, akkor mindenki abban az év végzett munkát, kikapcsoltuk a számítógépet, fel kellett sorakoznunk a képnél, véleményt kellett mondanunk róla. Hát azt gondolom, most pedig, hogyha megengedik, akkor felolvasnék néhány olyan tényt, amelyek Stefan Kupán alkotói munkásságát, művészetét jellemzik, amelyek már társadalmi szempontból is érdekességgel bírnak közérdekűen. Začatky umeleckého snaženia, Stefana Kupana spadajú do 60. storočia. A Stefan Kupán művészi törekvéseinek a kezdete a múlt század 60-as éveinek az elejére esik. Az első kiállítás 1969-ben volt Trebisor Tőketerebes Városi Múzeumában. És az akkori még némileg ilyen lazább, oldottabb légkörnek köszönhetően apám egyaránt állított ki akkor figurális képeket, illetve absztraháló, elvontabb műveket, amelyekben a valóságot vetette alá egyfajta transponálásnak, átalakításnak, átlényegítésnek, és amely például bemutatta azt a tájat és azt a vidéket. Tudjára készítettem, hogy benne van krájénye, az emlőcké krájényás. Aztán sokszor éveken át a Zemplényi tájat festette, olyannyira, hogy azt a tájat végül Kubáni tájnak nevezték el. És az, hogy mindenféle módon és számos alkalommal megörökítette ezt a Zemplényi tájat, ez voltaképpen egyfajta eszköztárat, fegyvertárat jelentett neki ahhoz, hogy ezt a tájat aztán a legkülönbözőbb módon, mondhatni, hogy megszámlálhatatlan alakváltozatban mutassa be, átalakítva. És 1988-ban egy történeti jelentőségű esemény zajlott a Benevo nevű tőketerebesi kulturális központban. Jedna z prvých kolektívnych výstav slovenských umelcov, ktorý nazvali cestu abstrakcie ešte v predrevolučnom období. Ekkor került sor ugyanis olyan szlovák képzőművészeknek a tárlatára a nevezett helyen, akik már a forradalom előtti időkben az abstrakciónak az úttörője képviselői voltak. Učenie dôkazom toho, že Štefan Kupa neustále ochraňoval spoločenské dianie v oblasti kultúrneho života nielen v Trebišove, kde prežil väčšinu svojho života, ale aj v rámci celého Slovenska. És ez a tárlat, ez a cselekmény, ez a tett, ez ékes bizonyítéka volt annak, hogy Stefan Kupán nem csupán tőketerebesnek a szellemi életét, kulturális és művészeti életét befolyásolt, ebben a városban élt el a élete nagy részét, hanem hogy hatással volt a Szlovákia egészének a kulturális életére. A jeho Virginia Nikola, spomínaná vystavná sieň, je súčasná vystavná sieň v oblasti vedľa múzeum És az ő hozzájárulásának köszönhetően, tevékenységének köszönhetően jött létre ez a kiállító terem Trebišov Tőketerebes városában. Svojim pedagogickým úsilím na budeme školy v Trebišove ovplyvnil niekoľko generácií veľkých talentov. Jeho poznávanie formovalo aj cestovanie po európskych krajinách so spravodským odborom slovenských učiteľov, ale hlavne na sympóziách a maliarských plenárov v krajinách východného bloku, či na študijných cestách napríklad v Japonsku, Poľsku, Uzbekistane. És
útjának nagyon fontos tényezője volt az, hogy ő népművészeti iskolában tanított tőketerevesen, Trebisokban, és ott különböző művészeknek egész nemzedékeire gyakorolt bírálkozó befolyást, és ugyanúgy jelentős befolyást gyakorolt azáltal, hogy például a különböző művészeti témájú utazásokon vett részt tanárok csoportjaival, tanárok küldöttségeivel, illetve egy különböző szimpóziumok, vagy plenerben, tehát szabadtéren zajló festészeti összejövetelek résztvevője volt a kori keleti blokk országaiban, de ugyanúgy folytatott tanulmányokat például Japánban is, vagy Üzbegisztánban. Azt így ilyen náhodó, hogy javak a viszonylag komplexnál hozzávánja ocenované na mnohých, hlavne medzinárodných premiérkách či súťažoch. A zastúpené v nespočetných množstvách zbierok renomovaných inštitúciách, úgyhogy alig ha lehet véletlen, hogy a művei számos alkalommal szerepeltek különböző rangos kiállításokon, különböző rangos tárlatokon és válogatásokon, illetve hogy a művei bekerültek jó nevű művészeti gyűjteményekbe, illetve művészeti intézményekbe. És végezetül még megjegyezném, hogy ez az itt látható kiállítás, melynek az elnevezése maga, az az festészet, hogy ez már korábban bemutatásra került Brüsszelbe, az Európai Parlamentnek a kiállító tereibe. A Verlagon Summa Artist 1-2-3 elnevezésű tárgat keretében mutatták be Brüsszelbe. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szép szavait, látszik, hogy közel álló művészel szállt a tárgyal. Veľmi pekne ďakujeme pani historičke za tieto krásne slova. Vidieť, že má veľmi blízko k Belkovi, totiž to, že je jeho dcera. Nagyon örülök annak, hogy Fuzik János országgyűlési szószóló, az Országgyűlés Magyarország Nemzetügyi Bizottságának elnöke elfogadta a meghívásunkat. Je pre nás veľkou radosťou, že národnostný hovorca Maďarského parlamentu a súčasne predseda parlamentného výboru pre národnosti v Maďarsku, Ján Fuzik, prijal naše pozvanie. My môžete ju súhliť tá národnosť. A teraz by som ho poprosil, aby prišiel mikrofón. Vážený pán majster, pán manžel, pán manželová, dcerou, vážená nasledujúca spoločnosť, tisztelt mester úr, Štefan Kubán mester, kedves nejével, kedves lányával, tisztelt ünneplő publikum. Pozdravím vás, oslovujem a slovenského hovorcu a menej národného výboru pre národnosti v Maďarsku. Köszöntöm önöket a saját nevemben, mint a Szlovák Nemzet Kisebbség szószólója, illetve a Kisebbségi Parlamenti Bizottságnak az elnöke. A nie náhodou som vás apostrofoval a oslavil cez spoločnosť, lebo som presvedčený o tom, že dnes sme svedkami nie jednoduchej vernisáže, ale je to naozaj veľká udalosť. És nem véletlenül voltam bátor önöket ünneplő társaságnak, ünneplő közönségnek nevezni, mert meggyőződésem, hogy ez a jelen esemény ez nem csupán egy szokványos kiállítás megnyitó, hanem egyúttal egy rendkívüli történés is. Szóval ebbe rá, hogy tradicsnál lodnál szolgálca medzi Otorezmos Kocsovi, medzi Roma Múzeumi, Prekrisov, Egymár, Egyeszt és Csabe, nás és meggyőződésem, hogy azon termékeny és immár hagyományos együttműködés, amely a Tőketerebesi és a Békéscsabai Múzeum között kialakult, az tulajdonképpen megajándékozott bennünket egy nagyon szép eseménnyel. Egy hosszáte dojájában szlovenské vidványai dolgú Štefan Kubán zamítal medzi svojich krajanov,
hiszen végül is arról van szó, hogy a szlovák festészet doajenje Stefan Humán tulajdonképpen a földjei közé látogatott el az Alföld metropoliszába, Békés Csabára. Szíce samozrejme pozdravujem slová sa tu prekladajú, veď sme zástupcovia viacerých národností. És persze itt az üdvözlet szavait, a köszöntő szavakat lefordítják, hiszen több nemzetiség képviselői vannak itt együtt. Ale som prekvapený o tom, že keď sa presunieme do tehernej sále a pozrieme si samotnú výstavu, o ktorej sa tu už hovorilo, že budeme všetci rovnako rozhodnenie sa tam prihovára jazykom umenia, výtvarného umenia a podľa medzinárodného uznania aj jazykom talenta. És meggyőződésem egyúttal, hogyha majd mind lemegyünk a téglaterembe és megnézzük a képeket, akkor ezeket a képeket érteni fogjuk tolmácsolás nélkül is, hiszen ezek a képek a művészet nyelvén szólnak hozzá, és egyúttal a tehetség nyelvén is. Myslím si, že je to dôležité práve v týchto časoch, keď prežívame aj vážne konflikty rôznych kultúr. És azt hiszem, hogy ez fontos, különösképpen a jelen időben, amikor különböző kultúrák között is súlyos konfliktusokat élünk meg. Pochopiteľne do umeleckej stránky tejto tvorby by som sa ako nekompetentný nezahraňoval. Termény érthető módon ennek az alkotói munkásságnak a művészeti oldalát, mint nem illetékes személy, azt most igazából nem érinteném. De politikusként két dolgot vettem itt észre. Prvá výstava Štefana Humana sa konala, ako sme počuli, v roku 1969, v časoch veľkých spoločenských premiér v Československu, známych udalostí v 68. roku, vlastne časoch pokusu. Mint ahogy itt is hallhattuk, Stefan Humán első kiállítása 1969-ben zajlott le, tehát egy olyan időben, amikor Csehszlovákiában jelentős változások zajlottak az 1968-as évi események nyomán, pontosabban, amikor kísérlet történt különböző jelentős változások véghezvitelére. Ocsolítmet okotam, hogy egy még első belkei észre szlovenszki kumencor, 1988 roku v predvečer samotovej revolúcie, ktorá vlastne priniesla zánik predchádzajúceho režimu a vlastne aj Československa. Aztán hallhattunk itt még egy jelentős kiállításról, amely 1989-ben történt, és amely tulajdonképpen a bársonyos forradalomnak az előestéjén zajlott le, került megrendezésre, és amely előrevetítette a Csehszlovákiában bekövetkezett társadalmi változásokat. V septembri 2015 Štefan Humán poprvýkrát zavítal do Bekeskej Čaby. Neviem, čo sa tu stalo v tomto regióne. És 2015. szeptemberében Štefan Humán először látogat el Békés Csabára, és én most nem tudom, hogy mi készül ebben a városban, ebben a régióban. Ale som si istý, že všetkých nás dnes tu čaká jedinečný zážitok. De biztos vagyok abban, hogy mindannyiunkra itt és most egy egyedülálló művészeti élmény vár. És ebből az alkalomból szeretnék köszönetet mondani minden közreműködőnek, a Nőke-Terebesi Múzeumnak, a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumnak, a Budapesti Szlovák Intézetnek, Békés Csaba megyei jogú városnak, és nem utolsó sorban az Identitát, tehát azonosság elnevezésű Magyarországi Szlovák Egyesületnek. Szóval, Panie Maestre, és a Szükségközön, hogy originál, vasét kiáll, és köszönöm, mester, hogy az ön képeit most eredetiben is megismerhetem. Örömmel üdvözlöm, köszöntöm Önt Békés Csabán, és minden jót kívánok. Köszönöm.
kultúráért felelősen alpolgármester Békéscsabán. Keď sme hovorili o tom, že v roku 2015 sa tu niečo udeje, niečo významné v Békéskej Čave, tak som sa hneď pozrel na zástupcu primátora a pána Tibora Kiša, ktorý je odpovedný za sféru, za oblasť kultúry. Hát, ale to je to, že snáď on vie, že k čomu dôjde. Biztos. Určite. Hallgassunk meg most a Pénységi Újoknál még egy köszöntőt. A teraz vypočujem si ešte jednu pozdravu v Jezdecký Víša. Amen. Kiállításokat, illetve kiállítás megnyitókat övező
Prvým menom je redaktorka tejto publikácie, pani Gabriela Garmati, z Historičné muzeum. Az első név Garmati Gabriela, neve művészettörténésze, aki szerkesztője ennek a katalógusnak. Samozrejme, to je grafikátor katalógu János Kiszta. János Kiszta. És természetesen megemlítendő a katalógus grafikusának a neve is, Historiános. Současná akcia udalosť prebieha na znamení Múzea kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove v Košickom samosprávnom kraji. Budapešti Slovák intézet. A potom taktiež teda spomenuli Slovenský inštitút Budapešti. Az Identita Slovák egyesület. Slovenský spolok Identita. Békéscsaba megyei úváros és Munkács Mihály Múzeum közös Municipiálne mesto Békéská Csaba a Múzeum Mihálya Munkácsiho, így je totiž o spoločné podujatie týchto ustanovení. Takže by som chcel poprosiť pána Ušvedího, pána Ušvedího, aby nájdeme sa o spoločné podujatie. Pani Káta, Virácsok Dobra, je segítek Ušvedího na Dobratom, és je megsúlyt a közösségnek minden tagjának, akik a kiállítást előkészítették.
Tak ešte sa dožijem, ale som veľké spočiatku na štyri. Ďakujem vám všetkým. Köszönöm mindjárt. És még súgtam a mesternek, hogy nehogy elfelejtse átadni a múzeumnak a ajándékát. És is a Kosekkal majsztója, hogy ez a múzeumkodó osztályt folyogták. Tehát ez a kép, ami itt látható a festőállványon, ezt a múzeumnak ajándékozott. Köszönöm Önöknek, és egyúttal megkívom Önöket a kiállítás megtekintésére. Sure.